Igen, én vagyok. Igen. Igen, szerkesztő úr. Igen, azonnal küldöm, most írom hozzá kísérőlevelet. Igen, igen. Igen, köszönöm, végeztünk. Halló! Colette, valaki? Hol van a blokkom a ceruzám? Hová raktátok innen, hát? Nálam véletlenül van szerint. Micsoda? Papír meg ceruza. Maga kicsoda? Én a főnök úr egyik alkalmazottja vagyok a levelezésből. Elég, hogy gyorsírok? Közepes, 190 szóta. Jó, annyi elég, üljön le. Na, írja kérem. Mélyen tisztelt szerkesztőség, mellékelten küldöm nyilatkozatomat a francia vállalkozók lapjának júniusi körkérdésére kitörő tisztelettel, stb. 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 Na tessék, most meg az irodában hagytam a nyilatkozatot. Nem baj, főnök úr, én elhoztam. Igen? Nagyszerű, olvassa, hogy szól. A jó üzletembernek két titka van. Igen? Egy, meglátni a pénzt az utcán. Kettő, kivárni azt a pillanatot, mikor ezt a pénzt össze lehet csöpörni. Mert ez a legfontosabb. Várni kell tudni. Várni. Jó. Rendben van. Nem szeretem a saját munkámat dicsérni, de ez egy hallatlanul ügyes nyilatkozat. Maga is ügyes lánynak látszik. Hogy lehet az, hogy én magát ma látom először? Hm? Dehogy is először, főnök úr, én már 2 éve dolgozom a levelezésben, csak hát ugye eddig a főnök úr még nem... Igen? Meg hát Istenem, ugye? Ki vagyok én? Egy lány az 52 közül. Most legyen tisztába, főnök úr. Egyem? Nem, a kísérő levelet, amit diktálni tetszett. Leírni gépen, ezt még úgy szoktuk mondani, hogy... Igen? Tisztába tenni, mint egy gyereket. Bár az igazat szólva, szívesebben tennék tisztába egy igazi gyereket. Jó, tegye tisztába. Maga azt mondta, hogy 190 szótagot írt. Igen, főnök úr. Na, szeretném a többet írni, és kevesebbet beszélni. Bocsánat. Rendben van, kérem, el van intézve. Halljuk, mit tolt, miért keresett fel a lakásunkat? Engem a főnök úr egyik titkárnője küldött. Egyrészt ezzel a nyilatkozattal. Másrészt? Hogy bejelentsek valamit, ami nagyon fontos és sürgős. Kinek sürgős? Főnök úrnak. Elbírja mondani egy mondatban? Nem. Jó. Akkor meg várja meg, amíg átöltözöm, rendben van? Ahogy pedig diktáltam, írja le, vagy ha úgy tetszik, tegye tisztába. Viszontlátásra, főnök úr! Ezeket nyilatkozom a francia lányok lapjának. Egy szerelmes lány életének egy titka van. Várni kell tudni. Várni. Álmomban már láttam magát. Csókoltam szép sejmes haját. Hozzám simult, sok ezer csillag kigyúlt, amikor lázasan karomba húlt. Álmomban már láttam magát, elsírtam én szívem baját, s nem bánom már, hogy ez az mert amit álmodtam, valóra vált. Áááá! Lát szolgálni a kisasszony! Mit óhaj? Én kérem, én várok itt. Jó. Főnök úrra, ilyen a 7-es bátyjára. Az irodából jött? Nem, a főnök úr egyik titkárnője küldött, aki belázasodott. Jaj, influenza. Igen. Ó, mondja, púpos még. A titkárnő? Azt nem tudom. Ezért most én hoztam el egy nyilatkozatot és egy részvénytársaság expozét, ami kell holnap a főnök úrnak a Riviera. Mi történt? Semmi, csak én vagyok. Yeah. Szer! Szer! Te hogy kerülsz ide?
Tudod, az élet milyen kiszámíthatatlan, ugye bár? Éppen itt vagyok alkalmazásban. Kisegítő, én... Igen, mint látod, éppen kisegítő. Bocsánatot kérek. Nem tört minden össze, vannak egész jó kis darabok. Bocsánat, kérek. Vittek. Vittek. No, nem megyek is. Ó, Claire! Majd egy alkalmasra fejed, és hát lesz időben elbeszélgetjük a viszontlátásra. Itt már voltam. Megyek már, itt sem vagyok, elnézést kérek. Mi van ott az egész, na? Jajajajajaj, köszönöm szépen, itt is megvan írva a sors. Kegyed ismeri ezt az örnyet? Albérlő volt nálunk szegény, pár évvel ezelőtt még szegény anyám életében. Akkor hivatalnok volt egy fatelepen, de hát sajnos... A ugye... fatelep leége. Nem, a tulajdonos éget le. A fatelepet azt elvitte az Ávis. Igen, ő meg elment tőlünk szegény, mert nem tudott fizetni. Annyira rokon szem, igen. És nagyon finom művel, jó családból való. A nagyapja az miniszter volt. És a miniszter nagypapa se tudott neki valami rendes állást teríteni. Nem, mert szegény nagypapa aznap halt meg, amikor ő született. Jellemző. Igen, én meg úgy sajnálom szegényt. Csak sajnálja? Semmi több? Egy kis érzelem? Ugyan, hogy vieréseim? Nem. Azt mondják, a szerelem nagyon sokszor sajnálkozással kezdődik. Nem tudom, nálam nem úgy kezdődött. Pierre? Mondom, hogy nem. Másikkal. Hogy kezdődött? 2 évvel ezelőtt. Májusban. Odajött az íróasztalomhoz, mert levelet akart írni. Magának? Nem, egy műtrágyagyárnak. Én abban a pillanatban tudtam, hogy én el vagyok veszve. Hogy elveszi az illető talán? Talán se! Véletlenül se! Mintha én a világon se lennék, pedig nap-nap után rondulok az orrájátom a rongyirodába! Én te már úgy el voltam keseredve, hogy azt mondtam, hogy én elmegyek színésznőnek. Micsoda? Na, van egy kis hangom. Szeretek járni színházba. Színház? Van egy segédrendező ismerősöm. A segédrendező? Igen, az hívott engem a színpadra. A színpadra? És maga nem mennéd két láb? Nem. Tudja, hogy mennék én, ha engednének, a tőle függ? Hát kitől függ? A bátyámtól. 5 éve könyörgött neki, de nem is, nem is, nem is, nem is ismerheti a bátyámat, hogy milyen. Azt igen. Ha ő egyszer valamit nem akar. Tudom, nem akarja. Mert az ilyesmi iránt nincs érzéke. Tőzsde, politika, tudomány. Az igen. De az élet érzelmi része, színház, művészet, szerelem. Az nem tudom. És az ember nem is hinné, hogy ilyen konok ember. Próbáljon meg egyszer abba tiszta, szép szemébe nézni. Próbáltam. És? Hát mit mondjak, sikerült. Mondjak. Akar maga nekem segíteni? Hát persze! Én titokban betanultam egy rövűszál. Rövűs! Egy Szapiro nevű rövű táncossal, amit ma este itt a vendégeknek szeretnénk bemutatni. Én úgy érzem, hogy maga szakember. Nem én! A segédrendező! Ja, Istenem! Annyira kérem, hallgasson meg engem! Hát én nem tudom! Alkalmas vagyok-e egyáltalán? Nem, nem. Jó!